Az idén újrainduló U19-es csapatunknak szüksége van vezéregyéniségekre, akik a pályán is irányítani tudják a csapatot. Ez a feladat gyakran hárul Freier Kristófra, a védelem oszlopos tagjára. Kristóf tőzsgyökeres budapesti, az MTK-t 2019 óta erősíti, de karrierje egy budai foci csapatban, a Kelendben indult. Még általános iskolában volt, hogy volt egy kedves osztálytársam, aki velé nagyon sokat focizgattunk, lejött egy kelenes edző, ő rajta keresztül jutottam el a kelenes C-be, ott is igazoltak, és ott volt egy jó 3-4 évem, 8 éves koromtól, és az volt igazából így az alap kis jó kedv foci, ott tanultam még így az alapokat, utána hál' Istennek jól ment, és ebből következőben már jöttem az MTK-ba. Sok kedves emlék és jó kapcsolat köti Kristófot régi klubjához. De a keleni évek alatt egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy pályafutása érdekében váltania kell. Nagyon szerettük azt a klubot, és minél tovább akartunk maradni, de éreztük, hogy kezdjük kinőni, már új kihívásokra van szükségem. Kelenben tényleg családias hangulat volt, összegyűjtötték a környékről a haverokat igazából. Azért ott is komolyan vették, de mégis csak itt az MTK-ban, amikor átjöttem, éreztem, hogy itt akár a csapattársak között is van egy versenyszellem, hogy kijátszom, kikapja meg a 90 percet. Azt is éreztem, hogy ez egy profibb, jobb a felszereltség itt. Játéktudásra nagyon sokat tanultam itt taktikailag, technikailag, mind szerintem a maxra fel tudtak engem hozni. Ha valaki ma látja először Kristóf elegáns hátvéd munkáját, valószínűleg nem tudná megmondani, hogy nem ez a pozíció volt az első választása. Régen még center voltam, nekem nagyon szenvedélyem volt gólt lőni. U14-be hátra kerültem, kipróbáltak, és ott komfortosabban éreztem magamat. Egyébként én ezzel nagyon meg is vagyok elégedve, és szerintem illik hozzám. Játszom bármilyen poszton, az MTK-ban hamar megtalálta a helyét. A legszorosabb kapcsolatot pedig, talán hátvédként kicsit meglepően, a csapat csatárával alakította ki. Játékilag és emberileg főleg Molnár Petivel szoktam nagyon kijönni, vele a pályán nagyon érezzük egymást. Az MTK-ban főképpen földön visszük ki a labdát, de benne van a játékban, amikor ki kell használni, hogy nagyon feltolják a védekezést az ellenfélnél, és akkor mehetnek a hosszú labdák, és ő nagyon jól indul ebben, nagyon tehetséges, és már szinte érzem, amikor megkapom a labdát, és van rá lehetőség, hogy ő indul, és vakon berakhatom neki a labdát. És ezt a kötelék közöttünk nagyon erősen mindig megtaláljuk egymást. Tehát a védőtársaimmal is nagyon szoros kötelékben vagyunk hátul, és együtt mozgunk. A csapat alapembere és a védelem vezére. Csapatársai így írták le Kristófot, akiről edzője Horváth Ádám is kiváló véleménnyel van. Nagyon jó fizikai adottságai vannak a Kristófnak, ugye ő belső védőt játszik, a posztjához képest egy gyors játékosnak számít, vezéregyéniség, szerintem hallgatnak rá a többiek, magas játékintelligenciájával jól tudja építeni a játékot. Egy az egyben én azt gondolom, hogy jól védekezik, megfelelő szerintem a feljátéka is. Talán egy pici hiányérzet volt tavaly bennünk az agresszivitása, ebben én most látok változást az edzőmérkőzéseken, azt látom, hogy agresszívabb lett, a párharcokban keményebben megy bele, úgyhogy remélem, hogy ez az út, amin elindult, ez jól néz ki. Köszönhetően nagyszerű és kiegyensúlyozott teljesítményének, a nyár folyamán 3 éves profi szerződést írt alá Kristóf. Mindenképpen meglepett minket, nem számítottunk rá, nagyon szerettük volna. Mindenkinek egy jó érzést ad, egy ilyen úgymond biztosítás hátulról, de ezt igazából semmibe kell venni, és ugyanúgy csinálni kell tovább. Nem szabad, hogy elvigyen minket egy rosszabb irányba, hogy már szerződésünk van, lazábban vehetjük, már ki vagyunk emelve. Szerintem ennek sok jelentősége nincsen. Nekünk tökéletes most ez a profi szerződés 3 évre, mert pont suli mellett is jól el vagyok, és tudok feljebb lépkedni a felnőtt foci fele. Én azt látom, hogy jót tett neki a szerződés, persze a hozzáállásával, a munkájával eddig se volt probléma. Az év elején fent tudott edzeni az MB3-as csapatnál, belekóstolhatott abba, hogy milyen, amikor nagyobbakkal edz. Látom azt, hogy egy picit most már felnőttesebben gondolkodik, reméljük, hogy ez egy hosszú távú folyamat, amiben kamatoztatni fogjuk a képességeit, mi is és a csapat is. Nagyon pezseg a foci élet körülötte, de kell az idő a kikapcsolódásra is. Kristóf általában a tévé előtt tudja kipihenni a nap fáradalmait. Főleg amikor edzés után hazajövök, akkor sorozatokat szoktam nézni. Nagyon szeretem ezeket a kicsit ilyen krimi vagy drámai sorozatokat, és azokkal nagyon jól el vagyok este, amikor igazából hulla vagyok edzés után, és csak lefekszek az ágyba, és egy jó órácskát el tudom nézni. És amióta az eszemet tudom, Real Madrid szurkoló vagyok. Rendesen nézzük a meccseket, meg valamikor egy-kettőször tipmixen is bepróbálkozunk, és hát nagyon szurkolok nekik, hogy most is nyerjék a BL-t. Az nyilvánvaló, hogy megvan a tehetsége, és az akarat ereje is ahhoz, hogy sokra vigye a foci világában.
de természetesen sok munkát kell még beletennie abba, hogy elérje a kitűzött céljait. Ebben a szezonban szeretnék újra korosztályos válogatott lenni az U18-ban, és főleg szeretnék az NB3-ban minél többet játszani. Hosszú távon meg szeretnék minél hamarabb az első csapatba felkerülni, és ott meg stabil játékkal játszani.